Nemzetbiztonsági információk vannak arról, hogy Soros György személyesen próbálta megakadályozni, hogy Magyarország megkapja a bővítési posztot az új bizottságban. Erről írt a Magyar Nemzet. A hírek szerint a milliárdos november elején hívta fel az egyik német Soros szervezet elnökét. Azt a feladatot adta neki, hogy beszéljen Angela Merkellel, és érje el, hogy a német kancellár akadályozza meg Várhelyi Olivér kinevezését. Az tény, hogy Soros György egy hete Brüsszelbe utazott, éppen azon a napon, amikor a magyar biztosról döntöttek. Angela Merkeltől várta a segítséget Soros György, a milliárdos akarata ellenére magyar lett a bővítési biztos. Ezzel a címmel jelent meg cikk a Magyar Nemzetben. Úgy fogalmaznak, Soros György minden követ igyekezett megmozgatni annak érdekében, hogy Magyarország ne kaphassa meg a bővítési és szomszédságpolitikai portfóliót. A lap nemzetbiztonsági forrásból származó értesülései szerint novemberben Soros György felhívta telefonon a német külpolitikai társaság elnökét, Daniela Schwarzert. A milliárdos azt kérte tőle, járjon közben Angela Merkel német kancellárnál azért, hogy ne a magyar biztos jelölt kapja a bővítési és szomszédságpolitikai portfóliót. Mint írják, Schwarzer közölte a milliárdossal, teljesen kizárt, hogy ennyire direkt politikai tanácsot adjon a kancellárnak. A lap információi szerint Daniela Schwarzer közbenjárása elmaradt, a magyar jelölt, Várhelyi Olivér pedig bővítési biztos lesz. Nyilvánvalóvá vált, hogy Soros György személyesen áll a magyar biztos elleni támadások mögött, mondta Böröc László, a Fidesz frakció vezető helyettese. Most is láthatjuk, amit már sokszor, hogy Soros György az általa finanszírozott szervezeteken, az általa finanszírozott médiumokon keresztül próbál meg egyébként politikai nyomást gyakorolni a döntéshozókra. És ezt azért teszi a jelen pillanatban, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy útját állják a bevándorlásnak. Soros György az elmúlt években több vezető politikussal is baráti viszonyt alakított ki Európában. Ezek az elhíresült képsorok még 2017-ben készültek, amikor Jean-Claude Juncker fogadta a milliárdost a belga fővárosban. A találkozót furcsa titokzatosság övezte, a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott. A milliárdos üzletember 2018 tavaszán és múlt hétfőn is Brüsszelben járt. Akkor is és most is találkozott Frans Timmermanssal, az Európai Bizottság alelnökével. De hogy pontosan miről beszélgettek, azt nem lehet tudni.